A számám ez a következő helyszín, sok szeretettel köszöntök mindenkit Bilbaóból. Spanyolország-Írország mérkőzés következik az E csoportból, ami azért nagyon sok mindent dönt, hiszen Írország ugye végül egy-egyet játszott Lengyelországgal, sokáig vezettek az írek, de a Randolph volt a legjobb, kapu, a legjobb játékos, vagy gyakorlatilag a kapus az íreknek. A spanyolok viszont nagyon magabiztos győzelmet arattak Svédország ellen 2-0. A mai mérkőzés pedig borzasztóan gyenge színvonalt hozott, végül Lengyelország azért egy Lewandowski góllal 1-0-ra nyert, úgyhogy most a lengyelek vezetik a csoportot, és hogyha itt X lesz, a lengyelek maradnak az élen, viszont hogyha valamelyik csapat nyer, szinte biztos tovább jut. Jelenleg a csoport sorrendje Lengyelország, Spanyolország, Írország, Svédország. Itt látható a spanyol válogatott kezdője, Marad De Gea a kapuban, természetesen nem kapott gólt a svédeken, és volt pár védése, és Jordi Alba, Ramos, Azpilicueta és Carvajal alkotják a védelmet. Középpályára bekerült Thiago, Isco most a középpálya közepén játszik, másik szélen Busquets, Asensio, Rodrigo és Callejón kezd elő, úgyhogy Callejónnak ma megadták a bizalmat a spanyoloknál, úgyhogy az előző meccsen egyébként Svédország ellen a keretben sem volt ott Callejón, most pedig már is a kezdőben a Napoli játékosa. Hát meglátjuk, hogyan sikerül neki. Emellett Morata helyett Rodrigo kezd, úgyhogy némileg kicsit így próbálgatják a spanyolok a csapatukat, hiszen hogy bárhogyan alakul ez az írek és a majd a lengyelek elleni meccs, nagyon valószínű, hogy Spanyolország tovább fog jutni ebből a csoportból, és utána az egyenes kieséses szakaszban azért jönnek már nagyobb ellenfelek, és utána indul be igazán az ilyen csapatoknak az EB. Randolph véd majd az írek kapujába, Steven Seagan, Duffy és Coleman a védők, Hurrihén és McCarthy a védekező középpályás pozíciójában, előttük játszik Hendrik, Robbie Brady és Doherty, legelőtt pedig majd Shane Long kezd változatlanul. Úgyhogy Bilbaóban a San Mamésben megkezdődik a Spanyolország-Írország meccs, Rodrigo először ér labdához ezen az Európa-bajnokságon, és már kapja Carvajal. Végigjátszotta természetesen a svédek elleni meccset is. Isco, ő rúgta az első gólját a spanyoloknak, a másodikat pedig Morata, aki most a kispadon ül. A 90. percben talált be, és Callejón már is bizonyított, itt a gólhelyzet, Callejón lő, és ott a gól! 4. perc, Callejón bekerül a kezdő 11-be, és már is megszerzi a vezetés Spanyolországnak. Nagyon jól indul a mérkőzés, hát kiszámított arra, hogy Callejón egyetlen a kezdőben lesz, vagy egyetlen a spanyol keretben lesz. No, meg ő fogja lőni azt a gólt, amivel Spanyolország már fél lábbal tényleg a legjobb 16 között. Ez most egyelőre nem Dara Randolph meccse. Már az első lövésből gólt kap, nem ő tehetett róla. Lengyelország ellen parádézott Randolph. Ott is kapott egy gólt, és most is kap egyet. Vezet Spanyolország. Az írek ugye majd a svédek ellen játszanak a következő fordulóban. A spanyolok pedig a lengyelekkel, úgyhogy izgalmas az a következő játéknap is, hogy ki jut tovább, de úgy néz ki tényleg megvan ebből a csoportból az egyik továbbítónk. Nem még neki abáljuk el, még az írek bármit hozhatnak, de Callejón góljával vezet Spanyolország. Hurrihen! Busquets! Nem támadja őt meg Long, csak most, és meg is szerzi Long, hát ez Busquetsről igen könnyelmű volt. Brady, Long, Brady kapja Longnak vissza, Long itt a gólhelyzet, Long! Long még, Long adja be! Ramos! Végül Busquets könnyelműségéből nem lett végül írve helyzet, Rodrigo, Callejón. Kapja vissza Rodrigo. Rodrigo. Thiago, az nem lesz, Callejón, de. Szabadrugással jött kifelé Írország. Nem volt egy gólgazdag nap a mai, a legutóbbi két meccsen csak egy gól született, most egyelőre három meccsen kettő. Ezeket a meccseket majd természetesen elemezzük a hamarosan a meccs után kezdődő Út a Wembleybe című összefoglaló műsorunkban. Long, érdemes lesz ott is velünk tartani. Brady kapja, ez is lesz. Befújja Szergej Piputkin, az ukrán játékvezető, róla még nem esett szó. Mai napon egyébként Leonidas Lambrakis nem vezet mérkőzést, a görög spori, aki egyébként gyakorlatilag az EB összes meccsén fújt, még a nyitó meccset is ő fújta. Az EB összes napján ő fújt, mivel az összes meccset azért nem tudta.
De most kapott úgymond egy pihenő napot. Hát lehet ennek is betudható az, hogy ma ilyen kevés gól van. Carvajal. Ma azért ma lehet még itt gólzápar. Stevens vágja ki a labdát. Dobadnak majd a spanyolok. Akik eddig még gólt sem kaptak a tornán, és már rúgtak hármat. A svédek ellen nem játszottak túl közönség, és szórakoztató focit eddig sem játszanak annyira, de hát még csak az elején vagyunk a meccsnek. Kájéhon. Kájéhon vissza tudja tenni. Iszkó, még egyet, a szép játék, Tiago rúgja a másodikat. A másik olyan ember, aki bekerül a kezdő 11-be. 2-0 Tiago Alcántara góljával a spanyol csapatnak. Kinyílhat ma, úgy néz ki a gólzsák. Ugye a 12-es EB-n is találkozott egymással a csoportkörben a spanyol és az ír csapat, azt az EB-t ugye Spanyolország megnyerte. Itt Isco gurítja vissza, jött a lövés, és Thiago rúgja be a másodikat. Egyelőre az újak bizonyítanak. Thiago is gólt lő, Caicedo is, még Rodrigo, aki úgymond új ember a svédek elleni kezdőhöz képest. Ugye Isco, aki rúgta a svédek ellen a gólt, kezdett a svédek ellen. Ott is egyébként úgy volt, hogy Koke kezd, az utolsó pillanatban gondolta meg magát. A spanyol szövetségi kapitány is aztán lett végül helyette Isco. Ott az jó döntésnek bizonyult, és ma is a két ember, két új ember beállítása. Hát nem csak ketten vannak, csak például még Rodrigónak nem jött össze ma a gól. Caicedo indítja Iscót, na most összejött, mert ott kéri középen Rodrigo, Isco, visszacsel Isco, Rodrigo gól! Megvan a Rodrigónak is a gólja, 3-0. Lefocizzák eddig a spanyolok az íreket. Három olyan játékos szerez gólt, akik a svédek ellen gyakorlatilag volt, aki még a kispadra sem ülhetett le, hogy onnan nézte végig a meccset. 3-0. Ma hogy néz ki, egy ilyen gólparádét rendeznek a San Mamesben. Iscó itt nagyon-nagyon nagy labdát ad, és Rodrigo. Sakmatra kijátszották az íreket. Hát fél-fél idő után kijelenthetjük, hogy eldőlt a mérkőzés. Hát, hogy az írek innen visszajönnek 3-3-ra, ráadásul nem kapnak egyet se, azt nehéz elképzelni, hát több mint fél-fél idő, 26. perc, 3-0 a spanyoloknak, és igazából az összes helyzetbe ment eddig a meccsen. Alba. Busquets. Caicedo. Írország azért Lengyelország ellen sem parádézott, tényleg csoda volt, hogy 1-1 lett az a meccs, és hát ráadásul az írek vesztették el a 3 pontot. Hát meglátjuk a svédek ellen, mire mennek. Caicedo, jó csel, rossz passz. Randolph fogja. Nem hiszem, hogy ezt lövésnek szánta, Caicedo meg igen gyenge volt. Ramos. Kapta vissza a blokktól, Isco, Rodrigo. Kivágja, igen. Jordi Alba. Szöglett elért majd Spanyolország. Asensio adja be. Carvajal elől fejelik ki az írek. Dobhat majd a spanyol csapat. Jordi Alba. Azpilicueta. Caicedo, Rodrigo, Ramos helyzetben, szép cseh, Sergio Ramos, Randolph véd. A szögletnél előr maradt Sergio Ramos. Jordi Alba, dobhatnak majd a spanyolok, már kintről rúgta vissza a Barcelona bal hátvédje. Asensio, Rodrigo, Caicedo, Isco, szépen Isco. Jújjújjúj, Isco! Isco még, ez gyönyörű, amit csinál itt. Isco! Isco még! Még egy csel, még ott van Carvajal előtt. Carvajal és Isco! És Carvajal, na megvan, na! Csak kirúgják az írek. Hely, mit mutatott ott be? Isco. Carvajal. Isco hátáról pattan le, Brady. Jeff Hendrick. Ő lőtte azt a bombogolt a lengyeleknek egyébként. Robbie Brady. Hendrick. Itt a vége az első félidőnek. Spanyolország, Írország 3-0. Nagyon sima meccs eddig ez az első félidőben, úgyhogy a spanyolok
Kiütötték az íreket, hát meglátjuk, hogy mi lesz a második félidőben. Hamarosan jövünk. Túl sok helyzet egyébként a gólokon kívül nem volt, úgyhogy nem volt egy nagyon nagy meccs, de legalább gólzápor most nem maradt el, úgymond. Az írek kezdhetik a második fél időt, gyakorlatilag helyzetelövése nem volt Írországnak, a spanyoloknak volt 5 lövésük, abból 3 ment be. Igen, a spanyoloknak bizony jó volt a helyzet kihasználásuk. Callejón, Thiago és Rodrigo lőtték a gólokat. Doherty. Doherty, jól tartja meg, Doherty még. Bele a blokkba. De legalább egy ír lövés. Azt se láttunk még ma. Asensio. Thiago, Asensio, Jordi Alba. Asensio. Hát a spanyol válogatott eddig az EB-nek magasan a legmagabiztosabb csapat a véleményem szerint. Svédek elleni meccsen meg ezen is mutatják. Több más nagyobb csapat ugye nagyon sokat botlott eddig. Long. Long még. Gólt sem kapnak a spanyolok, eddig rúgtak 5-öt. Egyelőre 2-ből 2 meccset nyernek, úgy néz ki Kullmann. Az EB egyik legnagyobb esélyesévé, talán első számú esélyesévé eddig a spanyol válogatott jutott. De majd lépett fel, de ezt majd kicsit részletesebben az Út a Wembleybe című összefoglaló műsorunkban. A meccs után Asensio, cselekkel indult el, és Duffy. Doherty. Megvan azonban a labda a spanyoloknak, Marco Asensio, Rodrigo kapja, Rodrigo, ott a helyzet, Rodrigo, még egy cseh, szép lövés! Nagy védés, Randolph! Azért ezen a meccsen is van bravúrja, Piputkin pedig egy ír szabadrúgást itt él, sőt, Thiago a gólja után a jegyzőkönyvben most egy sárgalappal kerül be. Itt az ütközés Hendrikkel. Isco megy le, cserélnek a spanyolok. Adott egy gólpaszt Isco, Hendrik egyébként bele is sérült ebbe. Asensio csúszik oda és a labdát hozta volna el, de Kolman visszaszerzi. Szóval Isco lement, aki ugye gólt lett Svédországnak, ma pedig azért ugye ő adta Rodrigónak többek között a gólpaszt, Long. Long, Hendrik sérülten, hát ez így nem fog menni. Sérülten játszik, úgy néz ki, David Silva is pályára léphet, tehát ma Írország ellen. Isco helyett Busquets. Rodrigo. Asensio. David Silva kapja, David Silva, elövi! Micsoda gól! És micsoda csere! Ott a negyedik. David Silva góljával 4-0-ra vezet a spanyol válogatott egy hatalmas lövéssel. És David Silva beállt csereként, és gyakorlatilag az első labda érintéseiből már gólt is szerez. 4-0. Óriási lövés volt. Hát ez szép gól volt. David Silvától kipókálózta Randolph kapuját. Ez nem rajta múlott. 4-0. Eddig a legnagyobb kiütéses győzelem az a második fordulóban, az A csoportban az Olaszország Wales volt, a szintén 4-0 lett az olaszoknak, hát még ezt is megdönthetik ma a spanyolok. Hát úgy lehet ez beharangozza, mint egy rangadó, vagy mint egy nagy meccs, ráadásul olyan időpontban is, mint amikor a nagy meccsek szoktak lenni. Hát nem lett ez egy igen nagy rangadó. Long. Long. És Hendrik ment be üresbe, a sérült Hendrik, hogy rúgjon még egy gólt az EB-n. Ami a nevéhez fűződik, de jó volt a mentés, úgyhogy ír szöglet. És cseréltek a spanyolok, Rodrigo helyre jött Morata. Morata ugye gólt lőtt a svédeknek, de ott kezdő volt, most pedig Rodrigo, aki kezdett és rugott ugye egy gólt. Most ő megy le és jött a helyre. Morata. Hendrik elvállalt a távolról. A lövést egyébként itt az előtt, de hát ez is a blogban halt el, úgyhogy az írek komoly helyzetig nem is jutnak el a mai meccsen. McCarthy. Az lesz majd az érdekes, hát a lengyel válogatott ezen az EB-n nem nagyon acélos, úgyhogy nem is az a meccs. Közben Morata betör a 16-oson belül, Randolph nagy védés, kipattanó pedig Kolman.
Úgyhogy az lesz az érdekes, amikor majd a spanyol válogatott mondjuk valami tényleg nagyon nagy csapattal játszik, például franciák, vagy németek, vagy portugálok, vagy belgák, olaszok ellen, na akkor mit tudnak? Carvajal adja be. És nagyon valószínű, hogy akár a lengyelek elleni meccset is ilyen simán behúzzák majd, mint az eddigi kettőt. Asensio, ez szép passz volt sarokkal. Amit kapott Asensio az előbb, be is adja, de rosszul. McCarthy. Hendrik. Long. Azpilicueta. David Silva eladja, McCarthy, most mehet ebből akár Írország. Brady kiugratja Hendrikket, Hendrik, ott a helyzet, Hendrik! És kivéd ide Kea. Ő is véd egyet a mai meccsen, Hendrik megrúghatta volna a második gólját az EB mind az íreknek, mind magának, és a sérült Hendriknek ennyi volt, de magasan ő játszott a legjobban eddig az írek közül a mai napon, és Parejo váltotta Iágot, meg Gédi pedig Hendrikket. McCarthy távolról, de Kea. Iágo is bekerült a kezdőbe, szintén gólt lőtt, és hát az új embereknek köszönhetően Spanyolország tovább jut a csoportból, nagyon magabiztos játékkal, 4-0-ra kiütve Írországot, Spanyolország-Írország 4-0, tehát a spanyolok kivégezték az íreket. Hamarosan jövünk az út a Wembley című műsorral, addig is viszont hallásra, viszont látásra. A végeredmény, tehát Spanyolország-Írország 4-0.